Szent András vagyok, az Architektúra blog írója, és a házasság hetéhez készülő videósorozatunkban mai alkalommal az egyetemtéri templomot mutatjuk be. Mint az elnevezés is mutatja, ennek az épületnek azért kalandos sorsa volt, hiszen eredetileg pálos templom volt. A kolostor ma is látható a templom mellett, míg az épület másik oldalán az egyetem található, tehát ezért is nevezi a köznyelv egyetemi templomnak az épületet. Barokk Pest talán legszebb megmaradt emléke. Az oltárok, a padok, a falfestés is egy korszakban készült. A tervezője, építője is jelentős mester, Mayerhofer András rengeteg barokk templomot és kastélyt épített Magyarország területén, többek között Gödöllőn, vagy akár a kalocsai székesegyház is az alkotásai közé tartozik. Ez a templom is rendkívül hasonlít a kalocsai épületre, és egy gyönyörű és ráadásul frissen felújított épület. A színezése is nagyon különleges. Kívülbelül is egységes hatású, talán mondhatjuk, hogy a főváros legszebb barokk épülete.